Hello, hello mindenki, én Vicián Viktória vagyok, és jelenleg itt vagyok a Beauty and Style nemzetközi szépségipari kiállításon. Ma is rengeteg érdekességet fogok nektek megmutatni, úgyhogy tartsatok velem! We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that. Na hát az első kis terem, vagy ilyen kis sarok, ahol megálltunk, az egy körmös sarok egyből, és rengeteg újdonsággal készültek itt, úgyhogy hallgassuk is meg, hogy hogyan zajlik itt egy körömépítés. Igen, sziasztok! Én a Javelian márkát képviselem Magyarországon jelenleg több oktatótársammal együtt. Mi azon dolgozunk, hogy megpróbáljunk behozni egy olyan új technikát, amivel szebbé, természetesebbé tudjuk tenni a géllakkozást, erősebbé és tartósabbá. Ezt a géllakkozási technikát teszem, csinálom éppen a hölgynek a kezén, mint bemutató. Fogok csinálni, vagyis csináltam neki egy gépi manikürt, illetve felmattítottam egy picit a körmét, hogy jobban beletapadjon az anyag. Tettem neki alá egy ilyen base, infinity base alapot. Ez egy erősített alap. Segít, hogy hermetikusan lezárjuk a körömlemezt, és ne levegősödjön fel. Illetve most fogok neki feltenni egy ilyen plusz base alapot. Evel fogom megcsinálni a körme ívét. Csak egy kicsit koncentrációt igényel a... Semmi gond, addig én kérdezek benne. És miért van az, hogy ez egy különlegesebb technika, mint az összes többi? Mit mondjuk megakadályozzátok azt, hogy tovább tartson és ne nőjön le? Ugye sokkal tartósabb, 5-6 hétig tartós marad a sima... tehát a felülete, a géllakkozása, és attól jobb és attól szebb, mert nagyon-nagyon igyekszünk, hogy egyenletes felületet alkossunk a körmét. Van esetleg olyan eszköz, ami nálatok különlegesebb, mint egy átlagos körmösnél, úgymond? Van, abszolút minőség és prémium eszközünk ez az olló. Ez egy nagyon-nagyon vékony bőrvágó olló, tehát tényleg csak ahhoz használjuk, hogy a kutikulánál lévő bőrt kivágjuk. És ezek mind kézzel készített ollók, Olaszországban készítik őket egyébként, tehát nem gépi gyártásban van, hanem kézzel készítik, illetve a zero ecsetünket nagyon szeretik, és én is nagyon szeretek vele dolgozni nap mint nap. Ez egy nagyon vékony kis ecset, és ezzel szoktam meghúzni általában a szabad széleknél, tudod, hogy ne látszódjon úgy, hogy nincs ott lak, ezzel szoktam kiigazítani. Nagyon szépen köszönöm, már most sokat tanultam a körmözés világáról. Köszönjük még egyszer!